Nyíregyháza, mint az ország hetedik legnagyobb városa, a Sóstó Open Air-re feliratkozik a Magyar Fesztiválvárosok listájára. A szakmai stáb már dolgozott együtt a Kisvárdai Lesz Festen, amely az elmúlt 5 év alatt az ország top 10 fesztiválja közé nőtte ki magát a maga 30 ezer látogatójával. Most egy hasonló rendezvényt álmodtak a megyeszékhelyre is. A fesztivál 4 napon keresztül 4 helyszínen kínál változatos zenei felhozatalt. Így a mainstream előadók közül Majka és Curtis, Rúzsa Magdi vagy Szabó Balázs bandája várja a koncertezni vágyókat. A rock színpadon többek között Alvin és a Mókusok Ossian és a Paddy and the Rats fog fellépni. A DJ vonalat Náksi, Vaszkó és Metzger Viki is erősíti. A retro szerelmeseit pedig Happy Gang, UFO és Cosmix koncert is várja. Elég hosszú tárgyalást folytattunk, legalább 3 hónapon keresztül. Nagyon sok alkalommal vettük át azokat a kérdéseket, amelyeket a várost, illetve a városvezetést izgatták. Ugyanis nyilvánvaló az, hogy kell egy ilyen fesztivál Nyíregyházának. Kell egy olyan fesztivál, ami megpróbál egy olyan fiatal tömeget megszólítani, vagy egy fiatalos tömeget is akár, akiknek el kell menniük innen nem csak 50 kilométert, hanem magát több százat is, hogyha olyan előadókat akarnak hallgatni, akiket éppen élőben szeretnének látni. Turisztikailag is fontos mérföldkő lesz a Soa Fesztivál a város életében. Előzetes becslések szerint legalább 10 000 embert várnak majd, akik a helyi szolgáltatásokat is igénybe veszik. Éppen ezért fontos, hogy ne csak egy egyszerű zenei fesztivál legyen. Nyilván van gasztronómia, kihagyhatatlan egy fesztiválból, nem csak az ivás, hanem az evés is, de emellett nyilván lesznek kiegészítő programok. Én most sem a civil udvarról nem szeretnék túl sokat mondani, de lesz az is. Sem egy mondjuk így karrierudvarról, de lesz az is. Illetve ez egy nagyon fontos dolog, és ezt idén kifejezetten célul túztuk ki, hogy a Nyíregyházi Egyetemet megjelenítjük a fesztiválon belül. Erről sem szeretnék túl sokat mondani, de a helyszínen majd ez egy úgy gondolom, hogy látványos és érdekes megjelenés lesz. Országos szinten egyedülálló, de nemzetközileg már bevált beléptető és fizetésre alkalmas eszközt vezetnek be a fesztiválon. A karszalagokba épített mikrochipnek köszönhetően a bejutás tranzakció ideje 1-2 másodpercre csökken majd.